Egy héttel ezelőtt ilyen rombolást végzett a szélvihar a Tóvárosi lakónegyed 9-10-es számú lépcsőházainál. A tetőről a bádoglemezek leestek, a kátrányborítást elsodorta az orkán erejű szél. Egy autó megrongálódott a leeső daraboktól, és a lépcsőház egy ablaka betörött. A tűzoltók jöttek és segítséget nyújtottak a rendőrséggel egyetembe, azóta megtörtént a kárfelmérés és a károknak a helyreállítása is első nap hétfőn. Az üvegkárnak a helyreállítása történt meg. Közben bejelentést tettem a biztosító felé, a biztosító elindította, még odáig nem jutottunk, hogy a kárfelmérés megtörtént volna, de folyamatban van. A közös képviselő elmondása szerint a tető szigetelése egy hete hétfőn megkezdődött, de a munkát az ismételten erős szél miatt e hét elején fel kellett függeszteni. Megtörtént az egész lépcsőháznak, tehát mind az öt lépcsőháznak a tetejének a felmérése. A 9-10-et azt úgy, hogy van, azt elvitte. A másik három lépcsőháznál a felmérés megtörtént, és a jelenlegi helyzetben megkezdődött a megerősítése a meglévő födémnek. Amíg a munka be nem fejeződik, abban bíznak a lakók, hogy nem lesz nagyobb esőzés, mert egyelőre csak egy kátrányborítás van a tetőn. Amint megáll a nagy erejű szél, a munkát folytathatják a szakemberek.